Sziasztok, kedves akadémiások! Everest Poker European Cup. 11 magyar játékosunk indul ma az első nap. Lássuk, kik neveztek mára. Sziasztok, Pusztai Gábor vagyok, Békésről érkeztem. Interneten kerültem tovább ide az Everest Európa Kupára. A célom természetesen az, hogy meggyerjem ezt a versenyt, és nagyon remélem, hogy sok magyar lesz a final table-ön. Sziasztok, peace! Sziasztok, Röst János vagyok Nagykanizsáról. Online selejtezőből kerültem be az európai körből. A célom minél előbbre végezzek, megelégszek az első 20 helyel. Szeretném azt, hogyha hegyzapot magyarok játszanak. Sziasztok, Kovács Zsolt vagyok. A versenyre online kvalifikáción keresztül jutottam ki. Igazából ez lesz az első nagyobb élő versenyem. Úgy gondolom, hogy nagyon izgulnom nem kell. Már azzal is nyertem, hogy itt vagyok. Sziasztok, Manos István vagyok. Veszprémből érkeztem. A Korda Póker Klubban jutottam be élő selejtezőn, mai naptól a legjobbat várom, reméljük sok sikerrel. Sziasztok, Nagy Mézes Csaba vagyok, én is a Korda Póker Klubban jutottam ki ide. Gyakorlatilag interneten soha nem játszom, csak élő versenyeken, ott már voltak jobb eredményeim, de ilyen pénzés versenyen ekkora tétemben nem játszottam. Maximum 100-200 ezer fontos befizetős versenyeken indultam még, ott voltak első, a második helyeim. Minden magyarnak sok sikert kívánok, és én is szeretném, hogyha Final Table-ben találkoznak minél többen. Sziasztok, Jankács Barna vagyok, egy online selejtezőről jutottam ki, és 21 ezer euróért jöttem. Sziasztok, Korek Ferenc vagyok Budapestről, én is online jutottam be erre a versenyre. Mellettem szól, hogy már korábban több versenyt megnyertem, hát ellenem szól, hogy azok mind rövid italfogyasztó versenyek voltak. Hajrá magyarok, hajrá Póker Akadémia! Üdvözöllek benneteket, Pál Ferenc vagyok, Debrecenből érkeztem, online selejtezőről jutottam be erre a versenyre. Elvem, feszül vagyok, kicsit laza vagy, nyerek vagy húzok haza. Sziasztok, Hertai Ákos vagyok, élő selejtezőről jutottam én is tovább. Fél éve várok erre az alkalomra, hogy itt végre megmutathassuk, milyen igazi magyar virtus. Célom a versenyen természetesen egy jó szereplés, mindig jó lapokra nincs is nagyon szükségem, szép flopokat szeretnék kívánni magamnak és az összes többi magyarnak. Hajrá magyarok, hajrá Póker Akadémia! Köszönjük figyelmeteket, holnap az első nap összefoglalójával jelentkezünk.